Folyamatos a kiszolgálás ebben a dunaújvárosi étteremben. Naponta 5-600 adag ételt készítenek el. A kínálat változatos, levesek, húsok, saláták, tej és tojás alapú ételek kerülnek ki a konyhából. Ezek elkészítésére nagy gondot fordítanak, főleg a nyári időszakban, hiszen a szalmonella fertőzés egyik fő oka a könnyen romló alapanyagok nem megfelelő tárolása. Amint megkapjuk, ugye itt bejön az áru, és ezen a folyosón itt egyből ugye közvetlen tárolás az nálunk biztosított. Kaszás Roland konyhafőnök azt mutatja, hova kerülnek a tojások, miután megérkeznek az étterembe. Ebben a hűtött raktárban tárolják felhasználásig. Mint mondta, nyáron nagyon fontos a könnyen romló alapanyagok mihamarabbi hűtése és az ezekből álló ételek elkészítése. Ebben az időszakban ezért kevesebb olyan étel kerül ki a konyhából, amelyeknél felmerülhet a szalmonella fertőzés. Igyekszünk csökkenteni azoknak az ételeknek az elkészítését, amihez nyers tojás szükséges, illetve a tojássaláta és egyéb olyan termékek, amihez még ráadásul tejtermék is párosul. Ezt vagy azonnal hűtőtérbe helyezzük, vagy azonnali fogyasztásra használjuk fel, illetve azonnali eladásra és nem hosszú távú tárolásra. A szalmonellák általában nagyon súlyos ilyen gyomorbérrendszeri tünetekkel járó megbetegedést okoz. Szabó Ignác házi orvos a szalmonella fertőzés tüneteit ismerteti. A baktérium hasmenést okoz, amelyet láz kísér. Ilyenkor a tünetek hosszabb ideig is fennállnak, mint egy vírusos megbetegedésnél. Ez általában hasmenéses, gyomorbérrendszeri, hányásos tünetek formájában jelenik meg. Ami esetleg erre utalhat, hogy szalmonellában fertőzés, általában súlyosabbak ezek a fertőzések, nem hogy egy-két nap alatt lezajló kis kóbor hasmenésről van szó, hanem egy erősebb, súlyosabb, kiszáradással járó kórképpel állunk szemben, és általában csak a tenyésztéses vizsgálatok fogják megmutatni, hogy ez szalmonella kórokozó által kiváltott fertőzés. A házi orvos kiemelte, ilyenkor fontos, hogy figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, mert hamar kiszáradhat a szervezet. A szalmonella fertőzés megelőzése érdekében pedig érdemes odafigyelni arra, hogy mit fogyasztunk. A szavatosság ellenőrzése mellett az ételek készítésére is nagy hangsúlyt kell fektetni. A nyári időszakban ajánlatos az idény jellegű zöldségek, gyümölcsök, valamint a szárnyas húsok fogyasztása. Ezek nem csak egészségesebbek, de jobban is esnek a nagy melegben.